Nem csak a legrégebbi, hanem kulturális és idegenforgalmi szempontból a legjelentősebb épülete Tisza Bercelnek, a Besenyei György Emlékház. A kisnemesi kúriában született 1747-ben a magyar felvilágosodás írója, költője és gondolkodója. Az épület felújítása nemrég fejeződött be, a kiállító terek még jelenleg is üresek, tavasszal azonban újra nyitják a látogatók előtt. A település legöregebb épülete, a vesenyi szülőháza, amely legutoljára egy 25 évvel ezelőtt volt felújítva, és hát az elmúlt időszakban elég jelentősen leromlott az állapota. Ennek a projektnek a keretén belül sikerült ezt az épületet kívülről, teljes egészében belülről pedig részben megújítanunk. Új térkövet kapott a, a megújított épület, illetőleg nagyon fontos az, hogy, hogy itt megépülhetett egy új kiszolgáló tér, egy, egy vizes blokk és egy, egy kerékpár tároló, ami korábban nem volt meg, és most már megfelelő körülmények között fogja tudni fogadni az épület az ide látogató turistákat. A kiskösség másik országos hírű műemléke a Tiszapart mellett lévő szivattyútelep, telep, amely a vármegye legrégebbi gőzüzemű szivattyútelepe. telepe. A létesítmény 1896-tól egészen 1970-ig működött állapota pedig az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. Az egyedülálló gépészeti berendezéseket azonban hamarosan ismét láthatják az érdeklődők. Ez az épület is az elmúlt időszakban egy leromlott az állapota, sikerült ezt az épületet is kívülről és beléről is megfelelőképpen felújítanunk, hogy bemutatható legyen a továbbiakban is, illetőleg ott is megvalósult egy, egy nagyon fontos új Uh, felújított rész, ami uh egy, egy múzeumegységet is magába fog foglalni, egy bemutató ö, helységet, illetőleg ott is megfelelő vizes blokkok és kerékpár tárolása alkalmas épületrészek is kialakításra kerültek, és hát ott is egy tereprendezés ö, ö, folyik még a jelen pillanatban, aminek a, a végén az gondolom, hogy ott is egy, egy, szép környezetre sikerül majd kialakítanunk. Mindazok, akik akár kerékpárral, autóval vagy más vízi úton esetleg ide látogatnak, azok, azok ö, megfelelő körülmények között tudják megtekinteni ezt a, a csodálatos ipari emléket. A Besenyei György emlékház felújítására több mint 30 millió forint értékű forrás, a Szivattyú telep korszerűsítésére pedig közel 80 millió forint értékű támogatás állt rendelkezésre. A komplex beruházást az önkormányzat a szabolcs szatmár beregmegyei megyei területfejlesztési és környezetgazdálkodási ügynökséggel közösen végezte.